Évente nagyságrendileg 33 ezer rossz indulatú daganat okozta haláleset történik hazánkban. A 33 ezer halálos áldozatból mintegy 2000-en emlődaganat következtében veszítik életüket, miközben az időben felismert betegség esetén kiváló a gyógyulási esély. Az emlőrák az 50 és 65 év közöttiek körében a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nők körében is egyre többször fordul elő. A magyar női népesség átlagos emlőrák kockázata 8-10% körül van, ami azt jelenti, hogy élete során minden 10-12. Nőnél alakul ki a betegség. Ráadásul az örökletes emlőráknál még ennél is nagyobb a megbetegedés esélye. Az emlőrák kezelése általában annál hatékonyabb, minél korábban ismerik fel a daganatot. A korai emlőrák esetén nagyjából 80%-os 5 éves túlélés biztosítható, míg a késői stádiumú áttétes emlőrák esetében ez az arány mindössze 15% körüli. Az időben felfedezett emlőrák gyógyítható. A felfedezés egyetlen nemzetközileg is számtalanszor megerősített módszere pedig a mammográfiás emlőszűrés, ami 2002 óta ingyenesen biztosított minden magyar nő számára. A vizsgálat a 45 és 60 év közötti nők számára 2 évente javasolt. A legfontosabb azonban természetesen a megelőzés kell, hogy legyen, hiszen a mammográfia nem megelőzi, csak időben felismeri a már kialakult betegséget. A hatékony megelőzésért pedig a megfelelő étrend és a mozgásban gazdag életmód kialakításával tehetünk a legtöbbet.